2015. október 17-e van, ma van Tiszavasváriban az egészségnap, és stílszerűen most itt vagyunk az újonnan átalakított egészségházban, egészségügyi központban. Dr. Fülöp Erik polgármester úrra arról beszélgetünk, hogy milyen átalakításon ment keresztül az épület. Az ide látogató sajnos betegek, azok mit tapasztalhatnak, és egyáltalán mi az, ami úgy szembe tűnik, ami új. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Én úgy gondolom, hogy egy rendkívül örömteli nap a mai nap. Nem csak azért, mert minden évben próbálunk az egészséges életmóddal kapcsolatban tudatosan nevelni tiszavasvári lakosságát, hanem van egy nagyon kellemes apropója is a mai rendezvényünknek, illetve rendezvénysorozatunknak, mégpedig az, hogy a szépen felújított, átalakított egészségügyi központunkat, a Kabai János Egészségügyi Központot, azt imáron hivatalosan is birtokba vehettük. Még a tavalyi évben kezdődtek azok a nagyszabású felújítási munkálatok, amelyek én azt gondolom, hogy most már a finiséhez érkeztek, és hát szerintem mindenki aki csodálattal és büszkeséggel tapasztalhatta, hogy az a központi épületünk, amely azért az utóbbi időben elég leromlott állapotú volt, és hát sajnos nagyon nagy volt a betegforgalom, és megtapasztalhattuk, hogy óriási hiányosságok vannak az infrastruktúrában itt ebben az egészségügyi központban. Egy éves munkának köszönhetően én azt hiszem, hogy egy nagyon szépen felújított épületet tudtunk átadni. A tavalyi évben megkezdtük az épületnek a szigetelését, ugye egy nagyon szép új színt kapott az épületünk, az összes nyílászárót sikerült kicserélni, kialakítottunk egy új ügyeleti szobát, amely valóban a 21. századnak megfelelő ügyeleti szoba volt, és emellett a védőnök elhelyezésére is sor került. Igazából minden olyan apró munkálattal én azt gondolom, hogy már végeztünk, még néhány kisebb-nagyobb apróság van, amelyre a napokon belül sor fog kerülni. Burkolás és hasonló jellegű munkák voltak, és lesznek még a közeljövőben befejezve. Ami szerintem rendkívüli büszkeséggel tölthet el mindannyiunkat, hogy ugye voltak korábban olyan hangok, hogy miért ezt az épületet újítjuk fel, ezt le is kellene bontani, áthelyezni, sok százmillió forintos pályázatokat adott be korábban az önkormányzat. Ezek ugye nem nyertek, és hát voltak olyan vészmadarak, akik azt mondták, hogy inkább hagyni kellene ezt az épületet a fenébe, és nem kellene vele törődni. Hát ehhez képest én azt hiszem, hogy tényleg csak magamat tudom ismételni, és mindannyiunknak a büszkeségére válhat, hogy itt a központban ezt a korábban leromlott állapotú épületet ilyen szépen fel tudtuk újítani, gazdaságosan fel tudtuk újítani, és azt tudva, hogy önkormányzati önerővel, önkormányzati saját forrásból rendkívül költséghatékonyan és rendkívül költségtakarékosan, de mégis egy ilyen kis gyöngyszemet tudtunk itt a központban létesíteni. Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek a büszkeségére válhat. Nem beszélve arról, hogy ez az épület itt van a városközpontban, tehát a városunkon keresztül utazók, és ha szemlélődnek, akkor láthatják, hogy nem egy lepukkant, omladozó, vakulatú épület, hanem egy igen szépen felújított egészségügyi központ van itt. Hát gondolom, ez is valamiféle oka lehetett annak, hogy nem lebontásra, vagy az enyészet útjára került, hanem fel lett újítva. Igen, én is azt gondolom, hogy az önkormányzatnak a döntés meghozatalában elsősorban a költséghatékonyság volt az a szempont. Másrészt azért szerettünk volna a SZEM-nek is egy tetszetős épületet átadni és felújítani. Ami számomra még egy kis pozitívum, hogy ugye immáron hivatalosan is elneveztük ezt a központi egészségügyi rendelőnket, mégpedig Kabai János Egészségügyi Központ lett ennek az elnevezése. Ugye ez a szép felirat, ez ki is van rakva az épületnek a tetejére. Hát én azt hiszem, hogy keresve sem találhattunk volna méltóbb névadót ennek az épületnek. Mindannyian tudjuk, hogy Kabai János mennyit tett a Tiszavasváriért, és mennyi mindent köszönhet neki, nem csak a tiszavasvári lakosság, hanem a betegek is, és hát a mai világban is ugye azt a fajta eljárást használják a gyógyászatban, amelyet ő feltalált és felfedezett. Úgyhogy ez volt az indok, ez volt az ok, hogy egy szép épületnek, egy szépen felújított épületnek egy méltó névadót találjunk, és ez pedig Kabai János volt.
Szeretettel köszöntöm a tiszavasvári lakosokat, és itt a televízión keresztül szeretném megköszönni a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek, hogy hozzájárult egy ilyen korszerű komplexum kialakításához. De a sok beszéd helyett inkább azt mondanám, hogy menjünk végig és nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez a bizonyos komplexum. Hát akkor itt vagyunk a új orvosi ügyelet helyiségénél. Kérem, fáradjanak el, én is bemutatom a helyiséget. Igyekeztünk általában úgy kialakítani a helyiséget, hogy minden kéznél legyen, könnyen hozzáférhető, hogy ezzel is megkönnyítsük a egészségügyi dolgozóknak a munkáját, illetve a betegeknek az ellátását. Nem csak a ügyeleti helyiség új, hanem a lakosok vagy a dolgozóknak az napi szükségleteihez való ellátás is megtörténhet itt. Hát konyha, fürdőszoba, WC. Aki tanul, hogy egy ilyen családias legyen, tehát mindannyian itt vagyunk egy helyben, itt van a asszisztensnek a helyisége. Annyiból fog még változni, hogy ahogy az energiák megengedik, akkor egy korszerűbb bútorberendezést alakítunk itt ki. Ugyanez mondható a pilótáknál. További van az orvosoknak a helyisége. Szintén új butorokkal fogjuk majd még felszerelni ezt. Fürdőszoba és étel a tisztálkodáshoz, illetve ellátáshoz. Ügyeleti kocsi, ami már elég régi, elavult. Napokban felújítjuk egy új terepjáróval. Bővül, ami majd szintén a lakosok rendelkezésre fog állni.